Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy ilyen nagy létszámban megjelentünk. Én először is egy idézettel kezdeném. Van Sajókazán egy Dr. Ambedkár Gimnázium nevű iskola, és tőle vettem egy idézetet, ami röviden annyit szól, hogy tanítas, lelkesíts, szervezkedj. Azt gondoltam, hogy ez a három legfontosabb dolog, amivel nekünk cigányoknak hát a legtöbbet kéne foglalkoznunk. Sokan már elmondták előttem, hogy az iskola az milyen fontos. Hát lényegében én is erre tudok rátérni, hogy legyen minél több diplomásunk, legyen minél több szakmaemberünk, és legyen minél több érettségizett ember. És ez a mi felelősségünk. És hogy hát a másik, hogy követeljük ki azt, hogy mindenki egyenlő szinten tanuljon, ne legyen megkülönböztetés az iskolákban. Aztán a lelkesítés. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy az iskolákban és bárhol az életben találkozunk kudarcokkal, olyan dolgokkal, amelyek azt mondja, amelytől azt mondjuk, hogy én ezt nem csinálom tovább, nekem elegem van. Ezt nem szabad soha. És hogyha valaki mégis ezt látjuk, hogy valaki elveszíti a reményt, a hitét ebben a dologban, hogy ő képes arra, nekünk lelkesíteni kell benne, és segíteni abban, hogy ő erre képes. Hogy ő erre meg tudja csinálni. És hát a szervezkedésre gondoltam még, amit még ebből az idézetből kiszednék, hogyha mi nem szervezkedünk, ha mi nem jövünk el ide, akkor mindenki csak azt látja és azt hallja, ami a médiában benne van. De hogyha nem mondjuk meg, nem írjuk le, akkor senki nem tud tudomást róla, csak az, aki érintett a dologban. Így van, tennünk kell érte, és hát egy élő példát tudok felhozni. Sajókaza már nagyon híres az asszonygyülekezet révén. A Sajókaza asszonygyülekezet egy éve működik közel, és a fő célja az volt, hogy problémákat oldjunk meg. Munkanélküliség, adósságkezelés, és egy sok más, amit a telepen mindenhol jellemző. Tehát az asszonyok minden héten összeülnek, megkeresték a megfelelő embert a településen, aki elhiszi neki, hogy akarnak. Mert hogyha van, aki elhiggy azt, hogy mi akarunk, és mi is elhiszük azt, hogy akarunk,